mennyit eszik a C vektra, Y húz DTH, ugyanahhoz a kuthoz jövök vissza, amin 3-4 órával ezelőtt tankoltam, ugyanúgy állok be, ugyanarra a kútfőre, és mutattam, hogy mennyit mentem, 161,6-ot, és mindjárt megtankoljuk, és akkor megnézzük, hogy mennyi üzemanyag fogyott. Nem állítás, ugye kódos vagyok. Van itt egy kód, hogy levásárlás. És azt a kódot kéne ott beütni. Jó lenne látnék. 15, 80, 180. Ugyanazt ütöttem, de nem. Aj. Szóval azt ütöttem be, hogy 6-15, 88, 18, 0, 17 a vége. Oké. Most ezt az összeget ott jóvá fogja hagyni. Beírtam a levásárlási kódot. Most, hogy vissza. Levásárlás 6-15, 88. Oké. Na most fogadta el végre, valami más nyomtam meg. Megint ott van a 10, azt hittem balhé lesz. Szétkeverjem a kuka tankolás bizonylattal. Ugye gázolajat tankolunk. És ugyanazzal a tematikával. Mutatom, mennyit fog tankolni. Állni, azért ne legyek tiszta gázolaj, ha kicsapna már ez a kútfej nem szokott. De négyszer elkattant akkor is. Várok egy picit, hogy a hab leüljön, és még négyszer. Hát ennyi volt. 7,79 liter. 160 kilométeren el. Hát ennyit teszik egy C-vectra, a 2000-es dízel, az Y20 DTH. Köszi a figyelmet!